Mindkét oldalon több felnőtt szinten az élvonalban már lehetőséget kapott, mi több bizonyított játékos is futott ki a parketre. Szekszárdi oldalon Gereben Líbiát, Miklós Melindát, Vince Nikolettet kell említeni, a másik oldalon Mányoki Réka és Angyal Barbara neve vált ismerté női kosaras berkekben, de a többiek is szintén kivétel nélkül képzett játékosok. A szekszárdi ígéretes új generáció képviseletében természetesen ott volt most is Tuder Zsuzsa csapatában, ezúttal is, a már felnőtt csapatban NB1-es A-csoportos mérkőzésen is bemutatkozó Rences Rebeka és Holc Rebeka is. Nagyon színvonalas meccs volt ez az elődöntő, a fővárosi kékek valamivel keményebben védekeztek és pontosabban dobták középtávolikat és persze a három pontosokat is. Ez utóbbiban Mányoki Réka jeleskedett. A két középső negyedben Gereben és Miklós eredményessége révén éledezni kezdtek a szekszárdi fordítási remények. Ám az utolsó játékrészben 5 pont különbségnél fontos játékszituációkban a fővárosiak jöttek ki jobban, így hiába tett meg mindent a KSC 2, a már említett különbség a végére is megmaradt, miután a csata DS-e jutott a másnapi döntőbe. Azon a napon úgy érzem, hogy a csata megérdemelten nyert, jobb volt, de viszont tényleg a lányokban nagyon nagy tartás volt, és ugye benne volt ebben a meccsben, hogy egy 20 pontos zakó is, de a tartás miatt, meg a küzdőszellem miatt úgymond egy szoros végjátékot sikerült összehoznunk. Másnap jött a bronzmeccs, amelyen már muszáj volt nyerni, amely kellő vigasztalódást is nyújthatott az elmaradt finálé miatt. Az ellenfél az MTK TFS-e csapata volt, amely a fővárosi BKG Prima Akadémia csapatától kapott ki a másik elődöntőben. Az első negyed 10 pontos fővárosi vezetése rámutatott, a KSC-nek nem lesz elég csak a Gereben Miklós Vince trió eredményessége. Csupán ezzel nem nyerhet. De az a küzdelem akarás, ami az első napon jellemezte a lányokat, ezúttal is jelen volt. Ez a védekezésben hatott pozitívan, a lepattanózásban abszolút fölénybe kerültek a hazai kékek, és az első negyedet leszámítva, a játékot irányítva 58-50-re megnyerték a bronzmeccset. Megszerezve ezzel a harmadik helyet a Dr. Hepp Ferenc emléktornán, amely az amatőr és az utánpótlás kosárlabdázás kiemelkedő hazai eseménye minden évben. A lányok tudtak már örülni, ennek a bronznak is, de azért még bennük volt az elvesztett elődöntő negatív érzelme is. A HEP kupa döntőjét egyébként nagy különbséggel 73-39-re a csata DS-e nyerte a fővárosi BKG Prima Akadémia ellen.